Estet festünk, de nem öncélúan. A Májva Virág Alapítvány jelmondata az, hogy minden nő Májva Virág, csak van, akinek megsérül a szirma. És hogy ez mit jelent pontosan, arról Tóth Icót, a Májva Virág Alapítvány elnökét kérdezzük. És itt van velünk Muri Enikő és Pál Gergő, testfestőművész. Sziasztok! Sziasztok! Na hát miért is a Májva Virág a ti szimbólumotok? A Májva Virág egy erős, kitartó virág, és ugye minden nő Májva Virág, és sok esetben a távol-keleti kultúrában még a betegség, hát a gyógyítás szimbólumaként is szokták ezt a virágot használni. De engedjetek meg, hogy kijavítsalak, én nem Tóth Icó vagyok, mert ő nem tudott most itt lenni, és Sallai Krisztina vagyok, az alapítvány tagja. Köszöntünk itt a stúdióban. Örülök. Na és most mi kerül Enikőnek a hasára éppen? A petefészekrák világnapjához a Májva Virág Alapítvány is csatlakozott, ugyan a mi fókuszunkban a méhnyakrák megelőzés áll, de fontosnak tartjuk a prevenció kapcsán más női daganatos megbetegedéseknek a megelőzésére való figyelemnek a felhívását, és a kampányunk során felkértük a Gergőt, hogy, illetve néhány illusztris szemét, hogy álljon a megelőzés mellé, és demonstráljuk ezzel a nőiséget, és azt, hogy minden nő Májva Virág, és a szirmai néha megsérülnek. Enikő, hogy elvállaltad, hogy részt veszel ebben a kampányban? Én azt gondolom, hogy jót tenni mindig jó, elsősorban. Másodszorban pedig azt gondolom, hogy minden nőnek, ez lehet, hogy egy picit erős szó ez, de minden nőnek szerintem kötelező lenne évente elmenni rákszűrésre. De te figyelsz magadra? Én abszolút, tehát én nem azt mondom, hogy hipohonder vagyok, de tényleg már egy köhögésnél már egyből veszek köhögéscsillapítót, tehát, és ez csak egy kicsi dolog, de én azt gondolom, hogy én még szeretnék majd gyereket az életben, és szeretném azt a gyereket tényleg úgy kihordani, hogy ne legyenek szövődmények, ne legyenek örökletes dolgok. Úgyhogy tessék elmenni szűrésre. Gergő, aki testfestő vagy, ugye valószínűleg nem Májva Virágokat szoktál leggyakoribban festeni. Mondjuk a női hassal biztos barátságban vagy. Mennyire volt számodra furcsa, vagy mennyire volt nehéz mondjuk először egy ilyen virágot festeni? Nem tudtad volt egyébként, hogy melyik virágról beszélnek, persze, amikor megkerestek? Tisztában. Jó, én nem lettem volna, de feltétlenül azt gondolom, neked akkor meg hogy volt itt első. A Májva Virág egy motívum, de hát a petefészek az, illetőleg a méh, amire fölhívja a figyelmet. Meg szeretek irisztelni az ilyen jó dolgokban. Itt a vizuális ábrázolással látszódik, csak nem, a valóságban nem fogom elrontani, csak itt lejjebb helyezkedik el. Nem takarom ki, egy picit meghúzom itt a... Beszéljük arról, hogy május 8-án a Petefészekrák világnapja van. Kampányfilmmel is készültetek erre. Igen, kampányfilmmel is készültünk. A Gergőnek a munkája, a csodálatos munkái adták az alapkoncepciót ezzel kapcsolatosan, és a film már egy hónapja látható, és ezzel is minden kép a célunk az volt, hogy ez erre a betegségre, ami talán nem olyan közismert, mint a méhnyakrák, és talán a tünetei is jellegtelenebbek, ez mint is a méhnyakráké, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk rá a figyelmet, és ha bárki bármilyen tünetet mondjuk, ami tünetként jelentkezik, egy előre dombolódó hasi puffadás, esetleg abnormális vérzés, hogy azonnal orvoshoz forduljon. Ennek mondtad, hogy picit hipohonder gondolod magad, még hogyha nem is vagy az. De mégis akkor hogy vettél magadon bátorságot, hogy elmenjél ilyen szűrésekre, vizsgálatokra? Mert szerintem a túlnyomó többségének az a bajuk a nőknek, hogy nem mernek elmenni orvoshoz, mert van bennük egy félsz. Pont olvastam erről egyébként egy cikket, hogy nőgyógyászoknál ezek a cikis dolgok, hogy most hogy tartsam a lábam, meg meddig tart ez, meg ja Istenem, hogy vagyok alul megcsinálva. Én azt gondolom, hogy azt a két percet, amit erre rá kell szenni, azt egyszerűen be kell iktatni az ember életébe. Igazából talán szembesülni nem mernek, tehát hogy attól félnek, hogy negatív eredmény lesz, és akkor az a világ végét jelent. Jó, de pont ez a lényeg, ha viszont negatív eredmény lesz, akkor viszont még lehet, hogy van ideje megoldani a problémát, vagy kezelni, vagy visszafordítani, mint az, hogy még évekig vár, és aztán pedig visszafordíthatatlan. Milyen esélyekkel lehet ebből gyógyulni? Ez a cél, hogy az időben, a korai stádiumban felfedezett
petefészekrák jó statisztikával gyógyítható. Azt el kell, hogy mondjam, hogy a nők körében Magyarországon ez a 7. rangsorban a daganatos megbetegedések száma a világon. Hogyha a világot nézzük, akkor 250 000 nő hal meg ebbe a betegségbe. Magyarországon évente ilyen 1100 megbetegedést diagnosztizálnak, és 700 nőt májva virágot veszik. Az nagyon magas szám, százalékosan, igen. Tehát 1100-hoz 700. És ez amiatt van, hogy nem jártak szűrővizsgálatra, és már későn vették észre. És amit még itt beszélgettünk, a szimbólummal a jellel, azt szeretnénk még kifejezni, illetve demonstrálni vele, hogy ez nem stigma. Ez a nőiségünk, és kiállunk mellette, és mindenképpen szeretnénk ezekkel is demonstrálni azt, hogy szűrés és megelőzés és prevenció. Ha már megelőzés, akkor mire gondolunk elsősorban? Orvosnőgyászati szűrések. A petefészekrák esetében maga. Azonnal orvoshoz fordulnak. Akkor egyébként nagyon jó, hogy ugye ismert emberek, mint mondjuk Enikő is ugye mellé áll a program mellé, és felhívja a nők figyelmét arra, hogy igenis nagyon fontos, főleg is szerintem ezt mindenhol mondod egyébként, hogy te is egy picit hipohondernak gondolod magad, mert szerintem ez egyébként segít, ez kulcs lehet abban, hogy a nők igenis legyenek bátrak és menjenek el ilyen vizsgálatokra. Tényleg el kell menni. Kik csatlakoztak még egyébként a kampányhoz? A kampányhoz csatlakozott még a Molnár Andi és a Simó Vivian, aki maga is érintett volt a petefészekrákban. Ő is a filmből ugye kiderül, hogy ő érett tünet alapján fordult orvoshoz. A haspuffadás és a hasi fájdalom volt nála az a tünet, amivel orvoshoz fordult. Hát nem azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de azt mindenképpen köszönjük, hogy mellé álltok egy ilyen program mellé, és hogy ezt hirdetitek, és hát a nőket pedig buzdítunk arra, hogy mindenki menjen el szűrésre, és látogassa meg a aktuális orvosát. Köszönjük szépen. Esetleg majd én is kérek egyet a kezemre, egy májva virágot. Lehet róla szó? Akkor kapsz, hogyha megígéred, hogy mondjuk jövő héten, ha nem dolgozol, elmész szűrésre. Megígéred? Én rendszeresen járok jó, szűrésre. Rendben. És akkor még nem telt le az egy év. Kaphat egy májva virágot, de lehet, hogy én majd megcsalom a szünetben.